Oroszországban a hatodik egymást követő napon haladta meg a 10 000-et a regisztrált új koronavírus fertőzöttek száma, és már 188 ezer esetet tartanak. Nyilván ezzel az ötödik legfertőzöttebb ország a világon. A halálesetek száma 1700 fölött jár. Az oroszországi Góca fővárosa a fertőzöttek felét Moszkvában tartják, nyilván ezért a hónap végéig ott meghosszabbították az egészségügyi szükségállapotot. A város polgármester elmondta, hogy mintegy 253 ezer lehet a fertőzöttek valós száma Moszkvában, az elmúlt 24 órában 6700 új esetet regisztráltak. Szergej Szobjanyin hozzátette, minél hamarabb kiszűrjük őket, annál alacsonyabb lesz az átfertőzöttség aránya, és minél korábban regisztráljuk és helyezzük szigorú karantén alá a fertőzötteket, annál gyorsabban kaphatnak orvosi ellátást, amivel megelőzhető, hogy súlyosabb állapotba, kórházba kerüljenek. A brit kormány el akarja kerülni a járvány újabb hullámát. Boris Johnson miniszterelnök vasárnap jelenti be az ennek érdekében tervezett további intézkedéseit. Dominic Raab külügyminiszter minden esetre arra utalt, hogy csak szerény lazítások várhatók a korlátozásokon. A francia kormány hétfőtől országosan feloldja a korlátozások zömét, de ha a járványadatok egy második hullámra utalnak, azonnal újra életbe lépnek a szigorítások, ezt közölte Édouard Philippe miniszterelnök. Spanyolországban folytatódik a korlátozások feloldásának régiónkénti tervezése. A kormány 4 szakaszt határozott meg az óvintézkedések feloldására. Egy-két kivételtől eltekintve jelenleg mindenhol az előkészítő, a 0. fázis van érvényben. A legtöbb tartomány vezetése a korlátozások enyhítésére kért, azaz az első fázisba lépne. Meglepő módon még a leginkább érintett terület Madrid is ezzel az igénnyel állt elő. Ez egyébként lehetővé tenni az éttermek teraszainak részleges megnyitását, a szállodák újranyitását, a közös helyiségek használata nélkül, valamint a vallási helyszínek, kulturális intézmények újbóli látogathatóságát korlátozott létszám mellett. A kormány tervei szerint a korlátozásokat június végére oldják majd fel országosan, ám például a higiéniai előírások, illetve a távolságtartási szabályok várhatóan továbbra is érvényben maradnak.